A közösség alapú gazdaságfejlesztés programja keretében 24 zalai polgármester falugondnak vállalkozó látogatott a Baranya megyei Alsó Mocsaládra. A település pályázati támogatással egy mintaprojektet indított. Segítségével nem csak talpra állt, hanem megteremtette további fejlődésének alapjait is. Alsó Mocsaládon 377-en élnek. A falu a Magunk kenyerén elnevezésű közösségi gazdaságfejlesztő programja sikert hozott a hátrányos helyzetű térségben. A cél, hogy a helyiek helyben találjanak megoldást gondjaikra. A célunk az, hogy az emberek képessé váljanak a saját gondjaik megfogalmazására, és a megoldások közösségben, közösségi alapú kitalálására és összerakására, és erre tényleg kiváló minta volt itt a Baranya-Tolna megye határán élő kis településeknek a mintája. Alsó Mocsaládnak már saját pénze is van, a Rigac, amely Rigac Jancsi híres hegyháti betyárról kapta nevét, és amelyet a helyi termékek kereskedelmében használnak. A közeli Kisvejke szövetkezeti gyümölcsüzemében pedig a környékbeliek terményeit dolgozzák föl. A példa megfogta Teskánt polgármesterét is. Mindenképpen azon gondolkodunk, hogy az ott látottakat, halottakat itthon tovább gondolkodva, bevonva a civil szervezeteket, a vállalkozókat, a helyi termelőket, az egyházközséget, illetve a környezetünkben lévő települések polgármestereit szeretnénk valamit lépni ebben az ügyben mi is. A szakemberek úgy vélik, az egyre nehezebb helyzetbe kerülő kis települések számára a közösségi gazdaságfejlesztés jelentheti a kiutat, amely minden szempontból a helyi emberi, anyagi és természeti forrásokra épül.